Világos ez? Na most, nem tudom, tudjátok-e, hogy például ezt a ilyen segély alapú alanyi jogon járó jövedelmet, ezt már ebben az évben akarják bevezetgetni. Képzeld el? Lehet, hogy éppen nem itt, de lehet, hogy éppen itt. De hogy elkezdik bevezetni a világban, sok helyen, az tuti. Érted? Na most egy korszerűsítés, tehát mit tudom én, olyan technológiára átérés, ahol mit tudom én, eddig 100 ember dolgozott, most meg szükség lesz 2-re, az nem olyan sok idő. Érted? Hát megnézheted, hát sokkal gyorsabban létrehoznak egy üzemet, mint mondjuk egy családi házat. Érted? Tehát múltkor néztem egy érdekes dolgot, hogy a Tesla fejleszt Kínában, és fejleszt, azt nem tudom, azt hiszem Európában, vagy hol, nem tudom. És, vagy lehet, hogy nem, ja nem, mindegy, de azt tudom, hogy a fejlesztés Európában az kb. 5-ször annyi időt vesz igénybe, mint Kínában. Hogy a manóba? Képzeld-e? Tehát 5-ször annyi ideig tart. Tehát Kínában gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy létrehozni egy üzemet pár hónap. Nálunk pár év. Itt Európában. Na most gondold végig, ha itt is azt fogják csinálni, hogy pár hónap. Egy teljes. Tehát nulláról úgy, hogy gyártson. Érted? Pár hónap alatt Kínában megcsinálja. Hát emlékszel, hogy a kínai metró is milyen gyorsan épült? A magyar metró az hány éve? Hát csak egy felújítás, mit tudom hány év nálunk, nem hogy egy metró létrehozása. Tehát de nem csak Magyarországról van szó, hanem egész Európa ilyen lomha. Szó szerint. Tehát elindul most itt a nem éjleple, koronavírus leple alatt a technológiai átállás. És akkor mi lesz veled? Én csak úgy kérdezem. Jó, azt mondod, hogy nem mindegy, te már nyugdíjas vagy mondjuk. Jó, hát akkor oltasd be magad, aztán majd meglátod, mi lesz veled. Ennyi, semmi gond. Mi lesz veled? Gondold végig, ha mondjuk nem nyugdíjas vagy. Hát akkor ugye kapsz alanyi járó jövedelmet, ahol nem számít, hogy mennyi volt előtte a fizetésed. Kit érdekel? Mivel vagy te külön, mint a másik azért, mert te többet kerestél? Semmivel. Érted? És képzeld el, mit mondjuk valaki szokott 600 ezer forintos fizetéshez, az most mondjuk kap majd 150-et. Hú, de jó lesz. Mondod végig. És akkor 600 ezerbe azt mondta, hogy semmi gond, abból 200 ezeret fizetni itt erre. És akkor ezért fölvett mondjuk arra hitelt, hogy, tehát az a havi 200 az, hogy mondjuk ő törleszti a kacsalábon forgó házát, vagy lakását, érted? És akkor azt mondják neki majd, hogy 150, nem 600, nincs rá szükség. Érted? És miből fogja törleszteni? És azt mondják, hogy sorry, akkor bérled. De hát ekkorát nem tudsz bérelni 150-ből. Mindig kis lukacskát tudsz bérelni. Bőven elég az neked? Minek két-három embernek 600 négyzetméter? Még a 60 is sok. Mondják ők. És majd figyeld meg, hogy ez így lesz-e. Jó? Hamarosan. Csak mondom előre.
Oké? Most erre a koronavírus hivatkozással mindent megcsinálhatnak, amit akarnak. Mindent. Érted? Ennek a burkába csomagolva, érted? A csomagoló anyaga a koronavírus, mindent meg lehet csinálni. Érted? Na szóval, és akkor mi a megoldás ezekre? Hát én ezt már mondom, azt mondja, hogy 30 éve. 30 éve. Vedd a saját életed irányítását a saját kezedbe, mert pórul jársz. 30 éve mondom. Nem veszed? Te bajod. Ennyi. Tehát ha te nem a saját, nem te irányítod a saját életed, akkor te szolga vagy, kiszolgáltatott, és a szolgával azt csinálnak, amit akarnak. És technológiai fejlesztés van. És rád nem lesz szükség. Ennyi. Érted? Tehát mondhatják a nyugdíjasok, hála Istennek, hogy nem vagyok aktív. És milyen igazuk van. Megmondhatják a nyugdíjasok azt is, hogy én már legalább leéltem egy jó korszakot. És mit mondanak majd a fiatalok? Hm? Gondold végig. Mert aki leélt 40 vagy 50 év normális időszakot, az már tudja mondani, hogy az már a hátam mögött van. Érted? Tehát azért már azt legalább leéltem. És vannak szép emlékeim. És a fiatalok mit fognak mondani? Ezt úgy hívják, hogy cumi. Érted? Cumi. A fiataloknak egy nagy cumia, amit kapnak. Oké? Na hát, mondom, az saját életed irányítását kezedbe kellene venni. Hogy milyen módon? Találd ki. Érted? Keres ötleteket. Érted? Én nekem vannak ötleteim, voltak is. Figyelj, én már 30 évvel ezelőtt is azt mondtam, hogyha ezen a bolygón mindenki munkanélküli lenne, nekem akkor is lenne munkám. Érted? De vajon te mit? Te veled mi lesz? Ez a kérdés. És akkor honnan tudjuk még, hogy ebbe a nagy-nagy módosításokba, változtatásokba még mi fér bele? Esetleg például nem fér bele, hogy mondjuk a nyugdíjakat egységesítik. Ugyanúgy, ahogy a jövedelmeket, érted? És akkor hiába van valakinek most 500 ezer forintos nyugdíja, érted? És azt mondják, hogy miért kapnál te többet, mint amit a többiek kapnak, amit úgy hívnak, hogy alanyi jogon járó jövedelem. És ez milyen baromi jól hangzik? Na most gondold végig, én már 10 évvel ezelőtt hallottam olyan hangokat, sőt még ismerősöm is, hogy ezt már rég be kellett volna vezetni. Akkor mondták, 10 évvel ezelőtt, az alanyi jogon járó jövedelem. Gondold végig. Biztos te is hallottál már, ha ilyen kicsit tájékozottál az ilyen területeken. És most be fogják vezetni. Szóval érdekes világunk van. Na mindegy.